A Bajai Televízió szerda esti híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Nézzük vezető híreinket röviden. Baján járt az országgyűlés elnöke. Kövér László egy lakossági fórumokán érkezett városunkba kedd délután. Esély a fejlődésre. A gazdaság és a tudás összekapcsolását hangsúlyozta a kamara elnöke a Városházán tartott rendezvényen. Ázsiai sikerek, Kínában és Japánban is remekelt Faldung Gábor, a bajai triatlonozó mindkét helyen az első 10 között zárt. Lakossági fórumot tartott Baján Kövér László. Az országgyűlés elnöke több aktuális kérdésben is elmondta a véleményét a bajaiaknak. A fő téma a jelenleg is zajló nemzeti konzultáció volt. A turisztikai központban megtartott fórumra sokan voltak kíváncsiak. Az egybegyűlteket Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, aki kitért a kormány korábbi ígéretére is. 2010-ben azt a vállalást tettük, hogy minden olyan kérdésben, amely Magyarország a magyar emberek érdekében van és érinti őket a mindennapjaikat, illetve amely Magyarország jövőjét is befolyásolja, meg fogjuk kérdezni Magyarország polgárait, konzultálni fogunk velük. Fontosnak tartja és gyakran látogatja is a lakossági fórumokat Kövér László. Az országgyűlés elnöke ezt a Bajai Televízió stábjának nyilatkozta a fórum kezdete előtt, amikor is rövid interjút adott a nemzeti konzultációval kapcsolatban. A turisztikai központban megtartott eseményen a legtöbb szó a migrációról esett, mint napjaink legégetőbb problémája. Mi szívesen befogadunk bárkit, akin segíteni kell, különösen, hogyha valóban menekült, valóban az életét félti, valóban elüldözték a hazájából. Viszont nem szívesen hagyjuk másokra azt a döntést, hogy ők eldöntsék helyettünk, hogy mi kivel akarunk együtt élni hosszú távon. És Magyarországnak azért sem a gazdasága nem olyan erős, hogy korlátlan mértékben be tudna fogadni olyan menekülteket, akiknek az előzéséhez egyébként a magyar politikának semmi köze nincsen. Sem pedig a magyar társadalom nem képes, az anyagiakon túlmenően sem biztos, hogy képes lenne mondjuk olyan idegen kultúra jut néptömegek integrálására, amelyeknek a beillesztésére egyébként Franciaország vagy Németország sem volt képes. Az illegális bevándorlók mellett Kövér László beszélt arról is, hogy Brüsszel támadja a magyar rezsicsökkentést, amit a kormány szeretne megvédeni. Szeretnék elvenni az ármegállapítás hatósági jogkörét a tagállamoktól, és ezt Brüsszelbe telepíteni. Tehát egy 5 éves átmeneti időszak után, amiben már korlátoznák az adott államoknak az ármegállapító jogát, egyértelműen Brüsszel határozná meg, hogy mennyi legyen az energiaára, és egy európai energiaárat gondolnak itt kialakítani. Kövér László hozzátette, azért is fontos, hogy az emberek kitöltsék a nemzeti konzultációs kérdőívet, mert ezzel támogatást tudnának adni a kormánynak a Brüsszellel folytatott tárgyalásokhoz. Az országgyűlés elnökével készült teljes beszélgetést 20 óra 30 perctől láthatják itt a Bajai Televízió műsorán. Megugrott a kivitel a magyar sertéspiacon. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet szerint az év első két hónapjában 19%-kal több sertéshús és 42%-kal több élő sertés hagyta el az országot, mint tavaly. Az élő sertés felvásárlási ára is nőtt az elmúlt egy évben. A 2016-os esztendő 300 forintos kilonkénti szintjéről mára 500 forint fölé emelkedett. Az AKI adatai szerint a darabolt sertéshús feldolgozói értékesítési ára 18%-kal volt magasabb 2017 áprilisában, mint 2016 azonos hónapjában. A drágulás a fogyasztást visszavetheti. Az ágazatban dolgozók ugyanakkor szeretnék elérni, hogy az egészséges táplálkozás jegyében a sertéshús is kapjon helyet a családok asztalán. Ez szolgálja az úgynevezett kiváló sertéshús védjegy bevezetése is. Az ilyen címkével ellátott tőkehús esetében biztos lehet a vásárló afelől, hogy ellenőrizhető forrásból jó minőségű árut kap. Fórumra várták a vállalkozókat kedden délután a polgármesteri hivatalba Baján. A már hagyományosnak számító eseményen előadást tartott a kereskedelmi és iparkamara országos és megyei elnöke, valamint a Bajai Városfejlesztési Iroda munkatársai is a résztvevők elé tárták terveiket a jövőre nézve.
A rendezvényt Fercsák Róbert polgármester nyitotta meg, aki elmondta, megtisztelő és hasznos dolog is egyben, hogy minden évben megrendezik Baján a vállalkozók találkozóját, hiszen ez jó alkalom az információ cserére. A több mint 20 éve fennálló szervezet, az Iparkamara, a kis- és középvállalkozások támogatása mellett a hazai szakképzésben és a külgazdasági folyamatokban is részt vesz, így most is aktuális információkkal tudtak szolgálni a jelenlevőknek. Én úgy gondolom, hogy mindig fontos a vállalkozókat arról tájékoztatni, hogy milyen gazdasági események és milyen gazdasági újdonságok vannak az országban, a megyében és a városon belül, és mi ezt mindig próbáljuk naprakész információként átadni nekik, és így gondolom, hogy ez azért fontos nekik, hogy most itt első kézből tudtak erről tájékozódni. A találkozón a tervezett bajai beruházásokat is bemutatták a Városfejlesztési Iroda munkatársai. Gál József, a Kamara megyei elnöke értékelte a megye helyét az országban. A bajai elképzelésekről elmondta. Bár ezek többnyire infrastruktúra fejlesztési tervek, azért közvetve mégis hatással lesznek a gazdasági fejlődésre is. Amikor a munkaerő megtartása vagy odavonzása merül fel egyre inkább, és ez bajai vonatkozásban is úgy hallottam, hogy így van, akkor bizony a gazdaságfejlesztésnek egy fontos eleme, hogy az ott élő emberek megfelelő jót értek, mert van verseny, jó körülmények között tudjanak élni, meglegyen a jó orvosi ellátás, a szórakozási lehetőségek, és tehát természetesen a munka lehetőség. Az Iparkamara országos elnöke dr. Parrag László kiemelte. A fejlődést a gazdaság és a tudás összekapcsolásában látja. Szerinte ehhez elsősorban az oktatásnak a fejlesztésére van szükség, amelyet már az általános iskoláknál kell elkezdeni. A digitális tudás, tehát a számítástechnikai tudás sokkal erősebben be kellene építeni, és nagyon-nagyon fontos lenne a nyelv tanulás, mégpedig az angol, még akkor is, hogyha rossz emlékünk van az orosz nyelv kapcsán. A másik felület az a középszintű oktatás, ahol nagy hiátus látok a szakképzésben, tehát a szakmai képzésben. A harmadik a felsőoktatás. A negyedik terület pedig a felnőtt képzés, amit szintén rendbe kell tenni, tette hozzá az elnök. A találkozón elhangzott, mivel jelentős összeg 107 milliárd forint EU-s forrás áll rendelkezésre az oktatás javítására, átalakítására, így Magyarországnak esélye van arra, hogy betörjön a világ élvonalába. Két bajai sportolónk is remekelt a nemzetközi porondon az elmúlt hetekben. Faldon Gábor Ázsiában, míg Szigetvári Mercedes Litvániában mutatta meg, mire képes. Hamarosan ezzel folytatjuk a sportpercekben. Május 17-én tartották az országos idegen nyelvi kompetencia mérést az általános iskolákban. A felmérésben azok a 6. és 8. osztályos diákok vettek részt, akik első idegen nyelvként angolul vagy németül tanulnak. A feladatok során a tanulók idegen nyelvi szövegértési készségét vizsgálják. Hogy a mérési azonosítót hasonlít össze a kártyán lévő számmal. Az általános iskolások nyelvtudását vizsgálja az idegen nyelvi kompetencia mérés. Az oktatási hivatal először a 2014-15-ös tanévben szervezte meg az országos felmérést, amelyben a 6. és 8. évfolyamos tanulók tesztelhették nyelvtudásukat. Az idei tanévben május 17-én adtak számot tudásukról a diákok. A kompetencia méréssel ellentétben itt a szaktanárok javítják, tehát itt marad az iskolában a feladatlap, a szaktanárok javítják, és egy online adatbegyűjtő rendszerbe viszik fel az eredményeket, és így a névtelenül, de összehasonlítható lesz, tehát egy mérési azonosító segítségével összehasonlítható a tanulók eredménye. A kompetencia mérés azokat a diákokat érinti, akik első idegen nyelvként angolul vagy németül tanulnak. A feladatok során azt vizsgálják, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt szintnek. Nem volt annyira nehéz. Két részből állt. Az egyik a szövegértés, és a másik pedig a szövegértés hallás alapján. És a tanárok jól felkészítettek minket, ezért szerintem nem volt annyira nehéz. A feladatsor elvégzéséhez 2x30 perc állt a diákok rendelkezésére. Pedagógusok szerint a hallott szövegértéssel kapcsolatos feladatok nagyobb kihívást jelentenek a tanulók számára. Minden embernek más ugye az angol kiejtése, és hogyha egy olyan ember
olvassa fel azt a szöveget, akinek nehezebb megérteni a kiejtését, akkor ott probléma lehet. Szakemberek szerint magára a kompetencia mérésre nem lehet készülni. Az egész éves munka és gyakorlás azonban befolyásolhatja a vizsga eredményét. Angol órán a tavalyi és tavaly előtti feladatokat átnéztük, és így fel tudtunk készülni erre a mérésre. A tavalyi felmérés összesített adataiból az derült ki, hogy a hatodik évfolyamos tanulók közel háromnegyede érte el a követelményeknek megfelelő értékeket, míg a nyolcadikos diákoknak csupán a fele tudta teljesíteni az előírt szintet. A 2016-17-es tanév mérésének eredményeit az általános iskolák az oktatási hivatal által közített javítókulcsok alapján állapítják meg, az eredményeket pedig június 16-áig teszik közzé. Javában tart a fűfélék szezonja. A virágpor sokaknak nehezíti meg a hétköznapjait, ráadásul az allergiát lehetetlenség megelőzni. A szakemberek azt javasolják, hogy a gyógyszertárban vény nélkül kapható készítményeket mindenképpen használják a betegek a tünetek enyhítésére. Április elejétől júliusig is elhúzódott a fűfélék szezonja. A tünetek nagyon jellegzetesek, szem- és orrviszketés, tüsszögés, könnyezés, súlyos esetben pedig száraz kínzó köhögés, az asztmásoknál pedig fulladás is jelentkezhet. A bajai tüdőgondozó főorvosa azt mondja, ha valakinek panasza van, akkor nem tesztre, hanem már kezelésre van szükség. A vizsgálatot pedig majd ősszel érdemes elvégezni. Ha valakinek már feltűnik, hogy én már megint májusban náthás vagyok, megint jönnek ezek a tünetek, és ugye teljesen típusos, nincsen hozzá láz, hőemelkedés, nem gennyes az orrváladéka, akkor az biztos, hogy allergia, tehát ott nem kell törekedni azzal, hogy bőrtesztelés igazolva legyen a betegség. Ott nélkül is természetesen elkezdhető a gyógyszer, mert ezek a gyógyszerek tényleg azt lehet mondani, hogy egy ártalmatlan, nagyon-nagyon minimális mellékhatással rendelkező gyógyszerek. Az úgynevezett antihisztaminok többsége már recept nélkül kiváltható a patikákban. A szem- és orrcseppeket naponta többször is lehet használni, de sokfajta készítmény közül lehet választani, amelyek enyhülést hozhatnak. Érdemes orrkenőcsöt használni, mert azáltal megvédi az orrban a csillószöröket, és így nem tud rátapadni a pollenek, és így fizikailag tisztítja tulajdonképpen az orrot. Nagyon jó hatásúak az orröblítő folyadékok, ezek a tengervizes permetek, amelyek folyamatosan mossák az orrüregeket. És hát természetesen a tabletta formájában mindenképpen elérhetőek is, vény nélkül is kaphatóak a készítmények, amelyeket naponta egyszer este kell bevenni. A magyar lakosság 20-25%-a allergiás pollenre, penészgombára vagy poratkára. A tünetek jellemzően kisiskolás korban jelentkeznek először, de van, akinél csak 40 évesen jön elő az allergia. A bajaiak az utóbbi időben szinte hóesésként tapasztalhatták a nyárfa pihéket. A levegőben szálló szöszök miatt van, aki legszívesebben kivágná az összes fát. A közhiedelemmel ellentétben viszont ezek a pihék nem a virágok, hanem a fa tervései, amire ugyan rátapadhatnak különböző pollenek, viszont nem maga a nyárfa okozza a kellemetlen tüneteket. Májusban a fűz, a nyír, valamint a lándzsás útifű, a rétiperje és a csalán virágzik az allergén növények közül. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ebben az időszakban a pollenek miatt ne a szabadban töltsék a szabad idejüket az allergiások. A hétvégén megtartották a Critical Mass elnevezésű kerékpáros felvonulást. A rendezvényt eredetileg április második felére tervezték, ami azonban a rossz idő miatt elmaradt. A májusi jó időben több mint 200-an tekertek a belváros utcáin. Az indulás pillanatai szombaton délután a Tóth Kálmán téren. A kerékpáros program megtartása most is kétséges volt az esős, változékony idő miatt, de délutára végül kisütött a nap. A korosztály vegyes volt, a kisgyerekektől az idősekig sokan pattantak nyerekbe. Milyen gyakran szoktál biciklizni? Sokszor. Ez azt jelenti, hogy minden nap? Hát, hogy kimozduljunk igazából. És gyakran szoktál biciklizni? Viszonylag. Mi még sosem voltunk, gyerkőcök már voltak többször, és hát mi is meg szerettük volna tekinteni, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi is egy kicsit bringázunk velük együtt. A résztvevők az Egészséges Baja Városért Közalapítványnak és a Bajai Rendőrkapitányságnak köszönhetően ajándékokat kaptak, például láthatósági mellényt és más kerékpáros figyelemfelkeltő eszközöket, amit mindjárt használatba is vettek. Lencsés Péter 5 éve szervezi meg Baján a felvonulást több céllal.
közösségi valós élményforrás, kirángatni a kisebb korosztályt a számítógépek elől, a városi közlekedésnek egy nagyon egyszerű és egészséges módjának a terjesztése, és hát hozzászoktatni a többi kasztot ahhoz, hogy a biciklis kaszt most egy szép számmal képviseli magát és felvonul, és figyeljenek ránk oda az autósok. Mindig is ez volt a kritikám ezeknek az ősi mondani valója, hogy autósok, más járművel közlekedők, itt vagyunk mi is biciklivel. Indul a 2017-es tavaszi kritikál, gyertek! Az idén egy 8 kilométeres távot teljesítettek a bringások a belvárosban, Reményi László a Bajai Fiatalok Egyesülete elnökének vezetésével. Kritikál mászt évente kétszer, tavasszal és ősszel szerveznek Baján, az idén azonban nyáron is számíthatnak egy közös tekerésre az itt élők. Ennek apropóját azonban egyelőre nem árult el Lencsés Péter. Emeli bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL enyerté. A gázolaj ára nem változik. Az emeléssel a benzin átlagára 350 forintra nő, a gázolajé 347 forint marad. Legutóbb múlt hét szerdán változott az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal lett drágább. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Most pedig kezdődik a sportpercek. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Ázsiai körúton járt az elmúlt hetekben Faldun Gábor. A Mogyi Ese olimpikon triatlonozója előbb Kínában, majd Japánban állt rajthoz. Gábor mindkét helyszínen remek eredményt ért el. Faldum Gábor az év elején összeszedett egy kisebb hátsérülést, ami miatt az esztendő első versenyei nem a várakozásoknak megfelelően sikerültek. Mostanra azonban már teljesen felépült a Mogyi Ese büszkesége, így önbizalommal telve és jó formában várhatta az ázsiai kalandot. Ennek első állomása a Kínában megrendezett világkupa volt. Az első döntőn, vagy az elődöntő az egy sprintával rendezték, és ott második helyen kvalifikáltam magam, viszonylag kényelmes versenyt tudhattam magam mögött a leggyorsabb futamba. Aztán a döntőre így a 4-es rajtszámmal jutottam be, és hát egy nagyon, nagyon gyors szupersprint futam volt a döntő. Az egy 400 méter úszás, 10 km kerékpár, 2,5 km futása végén. Tényleg nem volt egy másodperc megállás sem a futam alatt. A Kínában megszerzett 8. hely bizakodásra adott okot a folytatást illetően. Gábor ezt követően Japán felé vette az irányt, ahol a világbajnoki sorozat aktuális állomásán indult. A szakadó esőben zajló futam az elejétől a végéig remekül sikerült, a bajai sportoló élete legjobb világbajnoki eredményét szállítva végül 10. lett. Ezt a versenyt már a Mogyi Ese vezetőedzője, Bajai Péter is a helyszínről követte figyelemmel. Volt esemény bőven, egy igazi háromszámos verseny volt, és ez azért Gábornak ez előnye, mert ő a kerékpár tudása úgymond, az neki ilyenkor látszik, hogy előrébb jár, mint a mezőnyben ott mások. Úgyhogy élmény volt nézni, úgy mind a közvetítés, mint onnan a helyszínen. Azt hiszem, aki látta meg a kinthonról nézte, hogy tényleg Gábor végig versenyben volt. Gábor most itthon folytatja, a hétvégén a Tiszaújvárosi klubcsapat országos bajnokságon segíti a Mogyi Esét. A következő nemzetközi verseny majd június közepén az angliai Leeds városában lesz. Európa kupa győzelmet aratott a hétvégén Szigetvári Mercedes. A Mogyi Bajai Judo Klub kiválósága Litvániában állhatott fel a dobogó tetejére. Mercedes ezzel újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett pályafutása során. Szigetvári Mercedes az ifjúsági és a felnőtt korosztályban már nyert Európa kupát, azonban a juniorok között még nem állhatott fel a dobogó tetejére. Így ennek érdekében utazott a hétvégén Litvániába, ahol 22 ország 329 versenyzője volt jelen. Mercedes számára 3 mérkőzésen átvezetett az út az aranyéremhez. Az első meccsem egy lengyel lánnyal ment, őnála így próbáltam inkább azt, hogy technikával és nem erőből nyerni, szerencsére sikerült is, 3-at dobtam rajta, majd a végén leszorítottam. A második meccsemre nem álltak ki, mert lesérült az ukrán lány, így az csak egy kihirdetés volt. A harmadik meccsem pedig végül is döntő volt, mert a litván lány is 2-t nyert előtte.
és akkor vele mondjuk megszenvedtem, 2-2 intésre mentünk aranypontba, és akkor azt nekem sikerült szerencsére dobnom. Radics Attila tanítványa számára a mostani versennyel egy nagy menetelés zárult le, hiszen az elmúlt egy hónapban szinte egymást érték a nemzetközi versenyek és edzőtáborok. Most 2 hét pihenő következik, majd megkezdődik a nyári versenyek sorozata. A litvániai Európa Kupa mellett egy hazai versenyen is jó eredményeket értek el a bajai cságáncsozók. A junior korosztály számára Budapesten rendezték meg a Diákolimpia országos döntőjét, ahol Katzenmayer Kira a harmadik, Pergeri vett a negyedik, míg Béres Vince az ötödik helyen végzett. Friss sportpercekkel holnap este ismét jelentkezünk, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Baján járt az országgyűlés elnöke, Kövér László egy lakossági fórumokán érkezett városunkba kedd délután. Esély a fejlődésre. A gazdaság és a tudás összekapcsolását hangsúlyozta a kamara elnöke a Városházán tartott rendezvényen. Ázsiai sikerek. Kínában és Japánban is remekelt Faldung Gábor. A bajai triatlonozó mindkét helyen az első 10 között zárt. A bajai televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Én köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Csütörtökön sok napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 3 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között várható.